a 2001 megyei első osztályú bajnokság záró fordulóján. A 17 órakor kezdődő mérkőzésen a már bajnoki címet szerzett hazai csapat a Sarkad együttesét fogadja. Ezek a sikerek önmagukért beszélnek.
mely sikerekért köszönettel tartozunk mindenkinek, aki valamilyen módon is részt vállalt benne. A bajnoki címmel járó aranyérmeket Domokos László, a megyegyűlés elnöke, országgyűlési képviselő, Tóth Márton sportás, a Megyei Labdarúgó Szövetség főtitkára, valamint Dankó Béla úr, a Megyei Labdarúgó Szövetség alelnöke adja át. Adamik Vilmos, Benczúr Norbert, Dián János, Gajdács Gábor, Gazsó István, Gombár Attila, Glózik Viktor, Janis János, Kis Attila, Kiszei György, Kollár Gábor, Kuruc Gyula, Pusztai Zsolt, Sárosi János, Szakács Gábor, Trönyik György, Udvari Sándor, Varga János, Zöldi Sándor, s végül, de nem utolsó sorban, akinek elévülhetetlen szerepe volt a sikerben, Szvorec Sándor. La 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 la
Azonnal! A kilámmoszáját elvitettem a rendőrökkel! Mondtam, hogy nem jól lesz! Átszállat a nőtől! Szódát! Szódát! Szép volt, fiúk! Fel lehet szenni. Király. Gólnál beleértél, vagy nem értél? Én feljártam gólpasszolni. Belémet volna 2 méterre. Nem mondtam mi, hogy ő volt a gólt. Gabi! Ugye voltál barát? Állj meg a ma! Ez a szépen csinálsz velük!